Signe. Die Kniege. Kicsi. Kész is. Most már csak várni kell egy kicsit, amíg megszárad, de hamarosan elkészül. Mi ez a fura szag, Balkonelli? Biztosan a festékszagot érzitek. Épp az erkét csinosítom. Nagyon szép lesz, majd meglátjátok. Csak várni kell még egy kicsit, hogy megszáradjon. De addig is... Ültessünk! Igen, ez egy nagyon jó ötlet. Én is erre gondoltam. Képzeljétek, reggel a piacon találkoztam a tavasz hírnökével. Haza is hoztam. Vajon ki lehet a tavasz hírnöke? Nem tudom, talán egy madár? Nem madár, bár jó gondolat. A tavasz egyik hírnöke a Narcisz. Narcisz? Nem így hívták a szomszéd velét kislány? Tényleg, bár semmilyen hírt nem hozott. A Narcisz sem hoz hírt. Azért nevezik a tavasz hírnökének, mert ahogy kibújik a földből, azt jelzi, hogy itt a tavasz. A hagymáját augusztus végétől november végéig kell elültetni, hogyha azt szeretnénk, hogy tavasszal kinyíljanak. Én most ezeket a szépségeket csak átültetem egy balkonládába. A laza, homokos talajt és a félárnyékot kedvelik. Kezdődjön is az ültetés móka! Amikor elvirágoztak, vágjuk le a virágait, de a leveleit hagyjuk rajta leszáradni, mert amíg leszárad, bekerülnek az értékes tápanyagok a hagymába. Ez körülbelül egy olyan hónapig is eltarthat. Majd utána megkezdi a pihenős időszakát, és felkészül a következő tavaszra. Vagyis téli álmot alszik? Igen, valahogy úgy. Nézzétek csak, el is készültem. Csodás ez a vidám szín. Igazán itt a tavasz. Juhé! Akkor mehetünk a repülés suliba. Menj nyugodtan, én alszok még egy kicsit. Ha suliba kell menni, akkor suliba kell menni. De tavasszal ez is vidámabban megy. És a kerti bútorom is elkészült. Nos, kis ültetős barátaim, nincs is más hátra, mint hogy élvezzem a munkám gyümölcsét. És persze, a tavaszt! Ültessetek ti is sokat, és ezzel szerezzetek mosolygós és vidám pillanatokat!